Sziasztok! A mai videóban 4 olyan könyvet fogok nektek megmutatni, amelyek szerintem sokkal nagyobb figyelmet érdemelnének. Ebben a videóban nem szeretnék spoilerezni nektek, úgyhogy nagyon röviden és leginkább csak a főszövegre hagyatkozva fogok nektek a könyvek tartalmáról beszélni. Az első könyv, amiről beszélni fogok, az a Szunnyadó parázs. Ezt a könyvet én pár éve kaptam karácsonyra, és nekem nagyon megtetszett. Azonban nagyon-nagyon keveseknél látom, igazából semmi reklámot nem láttam róla soha, viszont érzek most egy kis pozitív fellendülést, ugyanis egyre több Mojnál látom ezt, hogy megvásárolta. Én nagyon remélem, hogy meg fog jelenni a második része, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. A főszereplőnk Laja, aki a bátyjával és a nagyszüleivel él, azonban egy nap elfogják a bátyját lázadásért. Ekkor kerül képbe az ellenállás titkos csoportja, akik segítséget ígérnek a lánynak, hogy amennyiben ők kémked nekik, ők segítenek majd a bátyját kiszabadítani. A Sötét Szirt Katonai Akadémiára küldik, méghozzá a parancsnok nő szolgája lesz, és ott kell neki információkat szerezni. Itt az akadémián ismerkedik meg a lány Eliásszal is, aki a könyvben a másik főszereplőnk. A fiú az évfolyam első, illetve most áll az avatás küszöbén, azonban szökni akar, mert rájön, hogy ez a zsarnokság, ez csak a birodalom érdekét szolgálja, az emberekét nem, és ő nem akar ennek a rendszernek a tagja lenni. Úgyhogy az ő történetüket követhetjük végig, hogy alakul a sorsuk, és számomra nagyon izgalmas volt. Úgyhogy én bátran ajánlom mindenkinek, tényleg olvassátok minél többen ezt a könyvet, mert nagyon szuper. A következő könyv egy Zafír Pöttyös könyv lesz, ami nem más, mint a Sárkányele. Nekem a könyvmagyképző kiadótól az egyik kedvenc kategóriám a Zafír Pöttyös könyvek, és nagyon szeretem őket, úgyhogy ezt a könyvet is szinte egyből megvettem, amint megjelent. A könyvben alakváltókat ismerhetünk meg, és a főszereplőnk egy lány lesz, aki farkasváltó. A főszereplőnket édesanyja kiskorában elhagyta, azonban most visszatér a falkához, és az is kiderül, hogy Jessa a sárkányjelét viseli. Akik ezt a jelet viselik, azok arra hivatottak, hogy feltámasszák az ősi sárkánykirályt, úgyhogy ezeket a az alakváltókat mindenképpen akarják pusztítani. Természetesen a lány kíváncsi lesz, többet szeretne megtudni a jelről, hogy mit is jelent, és a legjobb barátja lesz a segítségére abban, hogy merre induljanak, és hogyan nyomozzanak. Számomra nagyon érdekes volt ez a könyv, és remélem meg fog jelenni a folytatása. Én ezt is csak ajánlani tudom mindenkinek. Ebből a kategóriából egyébként több könyvet is hozhattam volna, azonban úgy éreztem, hogy ez a legelhanyagoltabb, ez kapja a legkevesebb figyelmet, de egyébként szerintem a Parázs sorozat is több figyelmet érdemelne, akkor az Oroszlán árnyékában is egy nagyon szuper könyv, és erről se hallani túl sokat, illetve az Arany és Ónix is nagyon szuper. A többi Zafír Pöttyös könyv szerintem azért kap több figyelmet, mert ott ismertebbek a könyvek írói, pedig azok is nagyon jók, de ezeket is olvasni kéne, és tényleg vegyetek a kezetekbe Zafír Pöttyös könyveket, és olvassátok őket. Harmadikként egy sorozatot hoznék nektek, méghozzá a Számok sorozatot. Ezzel a sorozattal még gimnazista koromban ismerkedtem meg, az egyik osztálytársamtól kaptam kölcsön az első részt. Az első részben megismerkedhetünk Jemmel, aki egy 15 éves lány, és neki van egy olyan képessége, hogy látja az emberek szemében a haláluk dátumát. Természetesen ez egy olyan titok, amit nem oszthat meg senkivel, illetve nagyon nehéz élete van, hiszen mindenkiről tudja, hogy mikor fog meghalni, és ő ezt nagyon nehezen viseli. Egy nap megismerkedik egy fiúval, Spiderrel, aki társául szegül, és az ő életüket követhetjük nyomon. Természetesen nem ilyen egyszerű az egész, mert ők is problémába ütköznek, amit most nem szeretnék nektek leszpoilerezni, ezért fogalmaztam ilyen furcsán. A lényeg az, hogy
az ő életüket követhetjük nyomon, és számomra nagyon érdekes volt. Igazából erről a könyvről sem lehet túl sokat hallani, szerintem, hogyha én akkor nem kapom kölcsön, akkor én se hallottam róla. Viszont ez a sorozat nagyon jelentős az én olvasásaim között, úgyhogy én nagyon örülök, hogy elolvastam, és tényleg csak ajánlani tudom. Az utolsó könyv pedig nem más, mint a Tiéd vagyok. Ez a Könyvmajképző kiadásában jelent meg, egy Rubin Pöttyös könyv. Igazából nagyon érdekes szerintem, mert a Rubin Pöttyös könyvekről elég sokat lehet hallani, de valamiért ez a könyv nincs annyira szem előtt, amit nem is értek, már a Rubin Pöttyös könyvek közül szerintem ez az egyik legjobb. A főszereplőnk Amber, aki egy 20 éves lány, és az apja katona volt, de meghal, és azt mutatja be, hogy hogyan küzd meg a család a gyásszal. Természetesen Amber életébe belép egy férfi, Josh, és ő segíti át a gyász folyamatán, azonban kiderül róla egy titok, és hát az a nagy kérdés, hogy ezt Amber el tudja elfogadni, vagy sem. Számomra nagyon megható volt ez a könyv, és én nagyon élveztem az olvasását. Ha Rubin Pöttyös könyvek között kerestek, akkor ezt olvassátok el, mert szerintem nagyon sokat tud adni. Ennyi lett volna már ez a videó, és tényleg ezeket a könyveket én csak ajánlani tudom, úgyhogy olvassátok őket, mert szerintem nagyon szuperek. Írjátok meg nekem kommentben, hogy mik azok a könyvek, amik szerintetek vannak elhanyagolva, és több embernek kéne elolvasnia. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a következőben, sziasztok!